Portfolio Trader, online kereskedési központ, Alpha Trader, City Index, Portfolio online tőzsde. Zuhanó repülés előtt a Facebook? Megpihen a közösségi média papírjai? Ebben a videóban erre keresünk választ. Két hónappal ezelőtt már figyelmeztettük a befektetőket, és magát Mr. Zuckerberget is, hogy a papírja a Facebook komoly korrekció előtt állhat. Eljött az idő, hogy tüzetesebben szemügyre vegyük a grafikont újból, hiszen minden jel arra mutat, hogy a Facebook és a közösségi média papírjai lejtmenetre kapcsolnak. Közülük is leginkább az FB a leggyengébb. Jó látható, letörte a trendvonalát. Pár héttel ezelőtt az árfolyam, ahogy jeleztük, hogy gondok vannak, és kialakította azt a nagyon-nagyon fontos árfolyam szituációt, ami letöri a trendvonalat, jön a visszateszt, és ha bekerül az árfolyam 74 dollár alá, az utolsó letörési pont alá, akkor bizony-bizony nagyon-nagyon nyitott az útja a Facebooknak egészen a 66-64-es szintig. Általában véve, ügyfeleink azért szeretik a City Indexet, mert ugye nem csak az emelkedő trendben lehet profitálni belőle, hanem a csökkenő trendben is. Itt nagyon könnyedén kialakulhat egy rövid távú csökkenő trend, ami könnyedén egy 8-10%-ot lejjebb küldheti a papírt. Nyilván a Portfolio Trader szobában meg fogjuk írni, hogyha minden együtt áll egy kiváló eladási lehetőséghez, de az első feltétel ennek az lenne, hogy 74 dollár alá zárjon az árfolyam. Nézzük meg, vajon összhang van-e a közösségi média papírjai között, és azt a választ fogjuk találni, hogy igen. Bár a LinkedIn, ahogy korábban előrevetítettük, rendkívül bullish, az árfolyam elment új csúcsra, és bizony-bizony egy hatalmas rés után egy kalapácsot hagyott maga mögött pénteken, jelezvén arra, hogy a 12%-os emelkedés egy picit sok volt. Nyilván a LinkedIn nem fog összeesni ma holnap, de az biztos, hogy a következő időszakban inkább-inkább megpihenhet, eloldalazhat, és idővel betölti ezt a rést, ami kiváló vételi lehetőség lesz majd későbbiekben. De lényeg a lényeg, LinkedIn nagyon megugrott, kalapáccsal zárta a napot, mutatván azt, hogy bizony-bizony itt eladók vannak, lassú megpihenés után lejtmenet a valószínűbb, ami ugye kéz a kézben jöhet a Facebook mérepülésével egy időben. A másik papír a Twitter, ami már régóta szenved, egy technikai résbetöltést hajtott végre, nagyon-nagyon jól látható, hogy a 2014 októberi rést töltötte vissza. Ezen a szinten ez a papír abszolút nem vétel, 50 dollár környékén inkább eladás. Tehát itt is azt látjuk, LinkedIn, Twitter erős ellenállási zónában eladók dominálhatnak ezeken az árfolyam szinteken, ami kiegészítve azt, hogy a Facebook is lejtmenetre kapcsolhat a Facebookot, és abszolút hátba támadhatja, semmiképpen nem segíti, hogy a többi közösségi média papír is lefele rohan, letöri a szintet, nagyon-nagyon valószínű, hogy a következő hetekben a Facebookot nem 74-50-ért fogják jegyezni, hanem 6-ossal kezdődhet. Nyilván ennek előfeltétele a szintörés, de mint mindig újból visszatérünk rá, és aktív kereskedési ötlettel támogatjuk a Portfolio Trader szoba olvasóit. Mára búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmeteket, sok sikert nektek a piacon! Portfolio Trader. Kereskedjen a legjobbakkal!